A tavaly ősszel megrendezett Észrevétlenül a város szolgálatában címet viselő konferencia nyomán ismét fórumot rendeznek a Városházán. Az őszi program keretében a székesfehérvári hulladékkezelésért, ivóvízért és távhőért felelős cégek mutatkoztak be. A hagyományt folytatva ezúttal a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., és a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Munkájában nyerhetnek be pillantást az érdeklődők. Ezek a cégek, amelyek Isten igazából akkor vesszük észre, hogy vannak, amikor nem szolgáltatnak. Például köztisztaságot, vagy a városgondnokság, vagy parkfenntartást, vagy épületüzemeltetést, vagy akár hogyha a turisztikát nézzük, akkor hogyha nincs itt az ajándékbolt, vagy a Turinform iroda, hogyha szeretnénk valami fehérvári tárgyat venni, fehérvári ajándékot, akkor nincs itt, akkor rögtön tudjuk, hogy akkor jut eszünkbe, hogy vannak ezek a cégek. Éppen ezért fontos, hogy ezeket az éppen 15 éves cégeket is jobban megismerhesse a nyilvánosság, tette hozzá a programot ismertető sajtótájékoztatón az alpolgármester. A konferencia keretében bemutatja tevékenységét a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. És egy rendhagyó programra is invitálják az érdeklődőket. 10-én délután 4 és 6 óra között a Szent István Király Múzeum rendház épületét fogjuk egy kicsit más szemmel bemutatni, tehát nem tárlatvezetés lesz, egy kicsit az üzemeltetés kulisszái mögé is bepillantunk, illetve utána a koronázó bazilika romkertje nemzeti emlékhely új látogató központját mutatjuk be hasonló szemmel. A programra előzetesen regisztrálni a cég Facebook oldalán lehetséges. A Városgondnokság 21 féle feladatot lát el Székesfehérvár működéséből, ezekről is hallhatnak majd a résztvevők egy rövid összefoglaló keretében, de egy különlegességgel is készülnek az alkalomra. Ezt próbáljuk valahogy bemutatni, és főleg ennek azért a legnagyobb részét, az a közterületi munkavégzésnek a speciális eszközeit fogjuk a Városház téren bemutatni, de több mint 30 speciális járművünk fog bevonulni, amit igazából ezeken szeretnénk igazából bemutatni azt, hogy milyen tevékenységet végzünk, és milyen, én azt hiszem, hogy a Magyarországon ma kapható legmagasabb színvonalú eszközparkkal rendelkezünk. A város elmúlt 15 éves fejlődésén keresztül mutatkozik majd be a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Is. Hosszabban fogok beszélni a tervezési feladatokról, ahogy az elmúlt időszakban megvalósult nagyobb projekteknek az előkészítése történt, legyen szó akár sportlétesítményfejlesztésről, vagy az oktatás területén, iskolafejlesztésekről, illetve a múzeumi infrastruktúrának a fejlesztésének az előkészítéséről. Aztán néhány szóba bemutatom azt a mérnöki irodát, aki a beruházásoknak a megvalósítási szakaszába felügyelő ezeket a projekteket. Emellett terítékre kerülnek a megvalósult létesítmények üzemeltetési feladatai is. A Városházán megrendezendő konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várnak április 10-én szerdán 10 és 12 óra között. A Városház téren pedig ugyanezen a napon már 9 órától megcsodálhatók lesznek a Városgondnokság munkagépei.